News. Hey Marci! Csak nagyon sok sikert, szerencsét, munkát kívánok neked. Meg szeretünk, és ne feledd, az egész világ zene, az egész világ sound és dal. Az esemény, ahol voltam, ez a Sopot Songwriting Camp, amit a lengyel ilyen zenész jogvédő cég szervez, a lengyel Universal kiadónak a támogatásával, és különböző előadókat, zeneszerzőket, szövegírókat összeválogatnak, igazából meg producereket, igen, összecsoportosítanak, és minden napra felosztanak az 50 emberből egy háromfős csoportot, és azokat ugye egy szobába bezárják 11-től 6 óráig. Az a lány, akit látok éppen, ő egy belga énekesnő, és belecsináltunk egy nagyon-nagyon király számot. Talán meg is találom. Rengeteg nemzetközileg elismert zenész, zeneszerző, szövegíró, producer van egy ilyen táborban, szóval nagyon jó élmény volt számomra, és a zeneszöveg.hu-nak köszönhetem a lehetőséget, hogy kint lehettem. Volt egy lány, aki Afrojack új lemezét írja, és ez a hölgy kanadai, és nagyon sok ilyen songwriting campen vesz részt, és azt hiszem, ő volt az egyik ilyen kvázi egyetlen nem Európán belüli zeneszerző. Ez a jelenlegi csapatom, ezek a srácok, és megmutatom, hogy mit csinálunk éppen. Szóval ezt csináltuk ma, én csináltam a háttér vokálokat, de és ez a... Az a fajta songwriting camp, ahol én vettem részt, ez inkább egy ilyen kapcsolatgyűjtős történet volt, tehát hogy a kiadónak tök jó lehetőség az, hogy megismer különböző előadókat külföldről, és ezáltal gyűjtik be az embereket. Egyébként meg, ami ennek a tábornak a valódi fő célja volt, az, hogy összehozzák az embereket, és Európán belül kialakuljon egy olyan kapcsolati rendszer, ami nem nagyon létezik még. Always on my grind, you see me do it daily. Van egy Neo nevű brit fekete hölgy, akinek a zenéje inspirált engem arra, hogy olyan zenét csináljak, mint most a Király Lindának, a Viktornak, és azoknak az előadóknak, akik inkább ezt az R&B vonalat preferálják, és az az elektronikus soul zene, amit ott hallottam, meg amit már régóta hallgatok, az inspirált arra, hogy így dolgozzak, és kint találkoztam azzal az emberrel, aki írja és hangszereli azokat a zenéket, amiket én nem tudom, több éve imádok. És például van olyan ismerősem, aki John Newmannek az egyik új számát, ő gitározta fel, ugyanez a gyerek volt a... nem mondom azt, hogy gyerek, ugyanez a srác volt a Ellie Goulding session gitárosa, aki itt játszott a Szigeten. És nagyon sok ilyen embert meg lehet ismerni igazából. Számomra nagyon sok kapcsolatot hozott ez a történet. Márciusban fogok kirepülni Londonba stúdiózni. Ezen kívül még voltam Amsterdamban is, most nemrég. És ugye Lengyelországon keresztül jutottam el különböző emberekhez, akik számomra még mindig sok feladatot adnak, és szerencsére mindig van munkám.